Hát nagyon szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, én Boros Lajos vagyok. Abba, hát nem szerencsében, hanem kegyelemben volt részem, hogy tavaly nyáron, azt hiszem augusztusban szolgálhattam itt bizonyságtétellel. Akkor is kint voltam, és akkor is az utolsó nap volt az 5 napból, amit így Isten tiszteleten töltöttem. De jó az Isten, és valóban újban csak azt tudom mondani, hogy nem csak elhívja az embert, és nem csak arra ad kegyelmet, hogy megtérjen az ember, hanem még olyan körülmények között is, mint a börtönvilága, ami minden túlbeszélés nélkül azért nem egy ideális hely az emberi életre, meg tudja tartani, nem is akárhogy, hanem azt tudom én is mondani, bár porszem vagyok hozzá képest, amit Pál apostol mond a Filippieknek, hogy tényleg az emberi értelmet meghaladja azt, hogy az Isten megőrzi az embernek a gondolatvilágát Krisztus Jézusban. És ez egy olyan dolog, hogy én nagyon hosszan tartó szabadságvesztést töltök, 19 éve vagyok bent, és sokan mondják, hogy hát hogy bírod ezt, és hogy ez a rengeteg idő, amit itt eltöltöttél, és tényleg emberek törnek meg ott ilyen hosszú idő alatt. És azt mondom, hogy egyetlen egy oka van neki az, hogy az Isten velem van. Az Isten velem van, és valóban igaz a 91. Zsoltár, hogy neki van rejtek helye az Istennek, van oltalma, ő pedig Jézus Krisztus, és jó vele élni, jó bent lenni, valóban vannak örömeim, van békességem, és ezt egyedül az Isten adja, ez egy csodálatos dolog. És vannak a meglepetések, hogy a testvérem 4 évvel ezelőtt szabadult Kínába, és milyen kicsi a világ, itt megállok az autón, a gyülekezetet, jöttem a szüleimmel, és áll egy ismerős kínai ember itt a bejáratnál, és hát a Vui mondta, hogy lesz valami kis meglepetés, hát mert hízott vagy 20 kilót, úgyhogy nem is olyan kicsi, jól tartja az úrot Kínában, és tényleg olyan jó, az előbb ott álltunk a Zoli testvérem, és mondtam, hogy olyan sokszínű az Isten nép, és olyan sokfajta, és még mi is itt vagyunk, úgyhogy, de ezzel együtt van egy ennél nagyobb dolog, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy itt van az édesanyám, aki 80 éves, és eljött most ebbe a gyülekezetbe is. Okay. Jó az Isten, jó az Isten.